Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt államtitkár úr. Szeretném emlékeztetni önöket egyik régi kollégájukra, Kis Szilárd úrra. Kis úr a 2000-es évek környékén lett a fideszes körök embere. A Moszkvában igen aktív üzletember, előbb a külügy alkalmazásában a moszkvai nagykövetség agrárattaséjaként volt hivatott piacra segíteni a magyar terményeket és élelmiszert. Később a Földművelésügyi Minisztérium alkalmazottja lett, a keleti nyitás gazdasági kapcsolataiért felelt. Az nem világos pontosan, hogy milyen poszton, úgyhogy ha ezt le tudná tisztázni, akkor örülnénk neki, mert felröppent a sajtóban, hogy miniszteri biztos volt, ezt viszont önök tagadják, hogy szeretnénk tudni, hogy pontosan mi volt a kinevezése Kis úrnak. Csak úgy időközben kiderült, hogy Kis úr a saját szakállára is dolgozott, hiszen jogerős ítélet mondta ki, hogy pénzért árusította a magyar, tehát schengeni vízumokat üzletembereknek. Az is kiderült időközben, hogy a nemzetbiztonsági átvilágításon többször is megbukott Kis úr. Végül pedig most már gazdasági csalás gyanújával került előzetes letartóztatásba. Itt tart a kormány korábbi keleti nyitásáért felelős üzletembere. Ma persze a kormányban mindenki úgy tesz, mintha Kis úrra soha nem hallott volna, ez azonban nem megengedhető. Kérem, egyértelműen válaszoljon arra a kérdésre, hogy ki volt az a személy, aki úgy döntött a Földművelésügyi Minisztériumban, hogy a létező és a szolgálatok által feltárt nemzetbiztonsági kockázatok ellenére kinevezi Kis Szilárdot. Ki volt az, aki úgy döntött, hogy nem veszi figyelembe, hogy Kis Szilárd megbukott az átvilágításon, nem is egyszer, hanem kétszer. Aki ugyanis ezt tette, az álláspontunk szerint súlyosan veszélyeztette a tárca munkájának a biztonságát, ezért pedig vállalnia kell minden politikai felelősséget, és távoznia kell a tárcáról. Köszönöm. Köszönöm szépen, képviselőasszony. Megadom a szót Nagy István államtitkár úrnak, aki válaszolni fog a kérdésére. Köszönöm szépen a szót, elnök úr, tisztelt országgyűlés, kedves képviselőtársam! Kis Szilárd letartóztatása nem áll semmilyen összefüggésben azzal a munkával, melyet a Földművelésügyi Minisztérium számára végzett. Munkája eredményeként folyamatosan nőtt Magyarország mezőgazdasági exportja Oroszország irányába, 2012-től 2013-ban 25%-kal emelkedett. A Földművelésügyi Minisztérium álláspontja szerint kinevezése hasznos volt a magyar agrár szempontjából. Nagy István államtitkár úr, egy kis türelmet kérek, mert az MSZP frakciülés tart a teremben, úgyhogy kérem szépen, kint folytassák a folyosón. Folytassa államtitkár úr. Az utolsó mondatomat szeretném megismételni képviselőasszony irányában. Főnősi minisztérium álláspontja szerint kinevezése hasznos volt a magyar agrárkivitel szempontjából. Köszönöm szépen kérdését.